én egy mondatokat mondanék, a egyetemi rangsorokról mindenkit óvnék, mert ugye különösen mondjuk, amik a HVG vagy a heti válasz között, ahol a Gábor Bénes főiskola, amit egyébként a diákok maguk ilyenek, és milyen molyeszbe ülő intézményeket, ugyanek az utcahosszal vezet a neves egyetemek előtt, akkor ez mutatja, hogy ilyen listák összeállítása az a megélhetési bűnözésnek a forrása. Minimális komolyságot nem lehet ugye e tekintetben vizsgálni, hiszen véletlenszerűek a mutatók, és lehetne a 60 kiló feletti szőkelőnyek arányában is képezni egy listát, ez nem lenne nagyon mértékben félrevezető, mint amit a lapokban olvasunk. A Bologna ügy kapcsán ahhoz kapcsolódnék, amit Jeszenszky Géza is mondott, hogy talán itt amivel mi, nekünk bajunk van, az egy sokkal szélesebb gondolnál, mint hogy ez milyen részben kötődik konkrétan ahhoz a folyamathoz, de ennek a folyamatnak a keretében, illetve erre rá kenve történnek olyan dolgok, ami miatt szerintem joggal lapódunk. Hát az első, ez a bizonyos Tomnak tervnek az uralma, tehát ahhoz képest, hogy a hallgatói létszám mindent felülír, az összes többi szempont, hát ez a kollégáknak mondom, mert diákok hátra elviszik, ez mese abban, hogy valaki egy nyíregyházi bíjével Portugáliában, Írországban, vagy Finnországban emé, vagy MSC szinten. Tehát tessék megpróbálni, és az első tized, amit föl tetszik tudni mutatni, üvegkonyakot fogok az uraknak fizetni. Hát ez, nem kell ezeket olyan nagyon komolyan venni. Vannak ez a hitelmény szerepet, amit a politikusok mondanak, nem szabad hitelt adni neki. Az szörnyű ezekben a történetekben, hogy itt azért valójában azért alapvetően arról van szó, hogy hogyan lehetne pénzt kivonni a felsőoktatásból. Ahogy az egészségügyi reformnak az volt a legfőbb vívmánya, idézem Mihály Péter 500 milliárd forintot, sikerült 2 év alatt kivonni a rendszerből, egy olyan országban, ahol a halálozási mutatók, ugye a legrosszabb, mindenféle egészségügyi mutatók egyik legrosszabb Albániát leszámítva Európában. Én azt gondolom, hogy ezt meg kellene mondani, hogy a történet nem másról szól, erről szól. Hát amit Klinghammer professzor említett, ugye egy hallgató az egyik helyen, most mondok egy másikat, nem az én egyetemem, valamelyik a Veszprémben, közgazdásznak, master szinten 2 hallgatót vesznek fel. Most tessék belegondolni, hogy mit jelent ez. Ugye mit látunk? Azt látjuk, hogy kiveszik a pénzt, viszont dúl a hivatali önkény, ami azt jelenti, hogy évről évre változóan 10-szeres mértékben eltérhetnek az adott szakokra fölvenni a hallgatók száma, semmiféle logikát nem követ, a hallgatóság nem tud ezzel kapcsolatban a vállalkozásokat kialakítani, és az általános színvonal csökkenésen kívül ugye semmiféle eredményt a dologban nem látunk. De most sok-sok-sok bajt lehet mondani, de azért azt külön föltünk nekem, és mindjárt első pontnak fölírtanak, hogy mind a 11 pontot elmondani, hogy amikor a bolonyai folyamat kapcsán a felsőoktatásról beszélünk, csupa extern szempont van. Tehát ez kutatás, oktatás, szocializáció, amit a kolléga úr említett, a munkapiacra való felkészítés, humántőke, ezek a szavak nem hangzottak el. Létszám, finanszírozás, intézményi verseny, mit tudom én, mindenféle politikai jelszavak, ezek külsőlegesek azért a folyamathoz képest, és lássuk be, hogy hát ugye ez fordítódik le arra, hogyha hát akkor azok a mozzanatok kerülnek háttérbe, amik egyébként erről szólnak, tehát hogy a kutatás, oktatás, jövő emberi tőke és ennek összes része. 2 mozzanatot, tehát egyet említenünk most már. Az egyik ez az Európai Unióra való szinten hivatkozás, nagy hívá vagyok, és mindig agitáltam, amikor még kérdés volt, hogy lépünk ebbe az Európai Unióba, és most sem szégyellem magam, most is azt gondolom, hogy hát az alapérv az, hogy jobb élő lenni, mint kívül lenni. Tessék azt mondani, hogy inkább Ukrajnába integrálódjunk, mint Ausztriába. De azért az Európa azért az nem egy homogenizáló folyamat. Tehát én híve vagyok annak, hogy minden olyan ügyben, ahol az európai átlag jobb, mint a miénk, ahhoz közelítsük. Költségvetési politikában, inflációban, igen, kamatszintben közelítsük, de hát az oktatásban, amikor nekünk volt előnyünk leszállítani a máltai szinten, tehát ennek mi értelme van? Tehát tessék mondani, ki a felelős ezért?
Hát volt mindig is. Tessék 56-ra gondolni, miért tudott 200 ezer emberre elhelyezkedni? Azért, amit Jeszenszky Géza mondott, hogy egy magyar szakmunkást mérnökként lehetett alkalmazni a világ, nem tudom én, 2 tucat országában. Ez oda van, ez a múlt. Tehát ez egy fontos dolog, hogy akarunk-e még erre ráerősíteni, vagy nem akarunk erre ráerősíteni. És végül még egy utolsó mondatot mondok, mert itt emlegették az Európa parlamenti választásokat. Az el kell azon gondolkodni, hogy ha tömegtermelés folyik a diplomásnak tűnő embereknek a frontján, akkor hogy az hova fog vezetni a társadalomban, mert azért van erre az európai 20. századi történelemben tapasztalat, hogy amikor sokan vannak nagy igények és teljesítő képességgel és a társadalom piac igényeitől elszakadva, akkor annak miféle következményei vannak. Lehet, hogy ez nem teljesen független attól a rendszertől, ami hát jó szándékkal megszületett, és aztán olyan lett, amilyennek Bot Péter elnök úgy elmondta, hogy hát se alapja, se alapja, se teljesítménye, senki nem akarja olyan nagyon magáénak tudni valamilyen különös oknál fogva. Hozzászólás részemről is, de most már röviden és tízisztően pontokat ebbe fogom elmondani, mert a magyarázatokat nem közben hozzá, én is kötelek a véleményhez, mert jelenleg is egy tanácsára vagyok alapítványának ennek, ahogy korábban tanítottam. Ma tanácsadó testület szokerővel tapasztalat szóval. Bolondjai kérdés koncepciója, jó, ezt nem lefitott. Kettő. Visszalépni, visszaforgatni az idő kerekét nem lehet, de folytatni nem kötelező. A bevezetés rossz volt, de a folytatás az még lehet rosszabb is. A gyors bevezetés a fordulásokat hozott. Különösképpen jó példa erre a Budapesti Műszaki Egyetem, ahol volt jó 5 éves képzés, ma rossz 3 éves képzés. Mert volt jó 3 éves képzés a főiskolákon, és volt jó 5 éves képzés az egyetemen. Most van rossz képzés, master képzés a főiskolákon, és van rossz 3 éves képzés az egyetemen. Tanárképzés, természettudományi képzés, 3 éves, használhatatlan. Kijönnek az emberek 3 éves tanári szakról, ebből kellene, nincs, értékelhetetlen. Amikor azt mondtuk, hogy osztatlan, osztatlan képzés, és a jogászoknak azt mondtuk, hogy osztatlan, a tanárokra miért nem mondtuk, hogy osztatlan? Ki jön a 3 éves tanár, és az első 4 osztályban tanulnak. Nincs rá kérdés. Kérek 3 éves biológus, mit csinál? Mobilitás. Egyik közszempont volt. Nincs. Nincs. Nem hozta létre a mobilitást. Elitképzés. Megszűnt. A tehetséget beleszürkülnek áradás képzés során. A látlan. Tehetséggondolás. Nem ismeri a rendszer. Nincs. Összességében azt lehet mondani, hogy a magyar egyetemi képzés minden felmérés szerint, és nem a HVG szerint, mert ez a jelenlős törvények okoznak, az európai mérkőzés szerint az európai középmező alsó részében van. A magyar egyetemi képzés ellen. És ennél még van lejjebb is, ha nem változtatok. Mi a megoldás? Azt gondolom, hogy az oktatási rendszer nem lehet most megváltozni azon, ha egy egyetemnek kerülök hozzá, csak. Akkor lehet változtatni, ha hozzányúlunk az óvodához, általános iskolához, középiskolához, egyetemhez és a tudós képzéshez. Egyszerre. Arra sincs időnk, hogy az óvodánál kezdjük, mert az 40 év. A rendszer minden eleméhez egyszerre kell hozzámenni ahhoz, hogy javulás bekövetkezzen. Hogyan lehet? Szerintem egyrészt határozott kormányzati intézkedés, ameddig az állami tulajdonnak véletlenek még, addig van lehetőség a kormányzat az államnak határozottan ebben a dolgon közbelépni. És a finanszírozás jelenleg egy fejpénzrendszerét, ami abszolút, egy differenciált finanszírozási rendszerét kell átalakítani, és vissza kell állítani, vagy létre kell hozni a törvényben létező, valóságban nem működő kutatóegyetemi státusz, hogy létezzen, a törvény elmondja, valóságban nem létezik, mert se finanszírozás, se egyéb feltételek nem biztosítják ennek a működését. Körülbelül ezt lehetne tenni,